DVTK. A Borsodi és a Volkswagen bemutatja. Először is Isten hozott Diósgyőrben. Hogyan mutatnád be magad azoknak, akik nem ismernek? Köszönöm szépen, nagyon örvendek, hogy ide tudtam igazolni. Ahogy látom, a csapat elég jól befogadott. Hát szerintem majd a meccseken ez meg fog látszadni, hogy nem tudok így magamról mondani sokat, majd bebizonyítom a meccseken, hogy miért jöttem ide. Nagyon szerénynek tűnsz, de azért kicsit beszélhetsz arról, hogy mik az erősségeid, mi az, amiben szerinted jó vagy, amit majd a szurkolók várhatnak tőled? Hát lehet, hogy úgy tűnök szerénynek egy kicsit. Hát szerintem a szabadrugás lövés az egy erősségem, meg jól látom a pályán a játékot, és egy csapatjátékos vagyok, nem mondhatom, hogy csak magamnak játszok. A szabadrugásokkal kapcsolatban pont meg akartam kérdezni, hogy már most az edzéseken is látszott, amit néhány napot itt töltöttél, hogy rendre te végezted az egymás közötti játék során a pontrugásokat. Hát igen, a régi klubomnál is én rúgtam a szabadrugásokat, a szögleteket, és szerintem elég jól csináltam, és biztos látta a mester is, azért rakott oda, hogy itt is én csináljam. Kicsit több mint egy hete vagy velünk, hogy tetszik eddig a klub? Mit láttál eddig a Diósgyőrből? Azt látom, hogy mindenki odaad mindent, és már szeretném látni a szurkolót is, mert úgy láttam, hogy nagyon, nagyon nagy a szurkolótábor, és alig várom az első meccset. Mennyire ismered egyébként a magyar bajnokságot, vagy mennyit tudtál a DVTK-ról, mielőtt ideigazoltál? Hát nagyon sokat azért nem tudok a magyar bajnokságról, amúgy követtem így az eredményeket, de úgy, hogy külön egy csapatot kövessek, azt még nem csináltam. De remélem, hogy az utóbbi két hétben, amit követtem, az fog segíteni. Milyen célokkal érkeztél Diósgyőrbe? Hát a céljaim, hogy segítsem a csapatot, mert a Diósgyőrnek nem itt a helye hátul. És hogy mint normális, egy csatár gólt kell lőni, és minél több gólt lőjek.